Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! A közigazgatási rendszer fejlesztésével gyorsabb, egyszerűbb, egységes és jó minőségű ügyfélkiszolgálás valósulhat meg. A kormányablakoknál intézhető 2500 féle ügyből eddig 700 olyan ügytípust találtunk, amelyek feleslegesnek tűnnek, jelentette ki Tuzson Bence, a miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. Tuzson Bence elmondta, ezekben az ügyekben jogszabály írja elő a bejelentési kötelezettséget. Azonban a keletkezett adattal az állam nem kezd semmit, illetve előfordul, hogy ugyanabban az ügyben, ugyanannál a hivatalnál többféle iratot kell benyújtani. Arra törekszünk, hogy a következő időszakban egységes és jól működő kormányhivatali rendszer jöjjön létre, ahová az embereknek egyre kevesebb ügy miatt kelljen betérni, fogalmazott az államtitkár. 7 megyei kormányhivatalban indultak olyan a közigazgatást egyszerűsítő és egységesítő, illetve elektronizáló fejlesztések, amelyek a teljes rendszerre kiterjedő eredményeket hozhatnak a jövőben. A Csomiép Kft. Érték és minőség nagydíjat kapott kiemelkedő munkájáért. A neves elismerést az Országházban adták át Mészáros Antalnak, a cég ügyvezető igazgatójának. A vállalkozást a Le Grand ZRT külön díjjal is jutalmazta a rangos eseményen. A Csomiép Kft. Műszaki és kutatásfejlesztéssel foglalkozik hazai, valamint nemzetközi kapcsolatai által. Általában minden második évben új terméket hoznak létre, mellyel a piacon való maradásukat biztosítják. A kimagasló műszaki fejlesztéseket hazánkban a Magyar Termék Nagy Díj elismerés fémjelzi már 15 éve, és ennek a díjnak lett az utóda az Érték és Minőség Nagy Díj. Azok a kiváló és hosszú évek óta piacon lévő termékek érdemlik ki az elismerést, melyek új műszaki tartalommal és szabadalommal védettek és a haladást szolgálják. Mészáros Antal, a cég ügyvezető igazgatója televíziónknak elmondta, hogy egy különleges vasbeton termékcsalád kifejlesztésért kapták meg a rangos kitüntetést. A mi vasbeton keretelem családunk kapta az Érték és Minőség nagydíjat. Tulajdonképpen az a termékcsalád azt a célt szolgálja, hogy a közutak alatt átmenő kerékpárutak, különböző vízfolyásoknak a áteresztését biztosítja a béka átjárókkal bezárólag, és ezeknek olyan speciális kialakítását hoztuk létre, mely az összeépítési időt 40%-kal csökkenti. Tehát nagyon gyors, nagyon praktikus, önzáró kivitelű építés technológiát biztosít. Szeptember 11-én az Országházban adták át a neves kitüntetést, a rendezvény fővédnöke Latorcai János az országgyűlés alelnöke volt, és a díjat Farkas Sándor az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára adta át. Az ügyvezető igazgató kimondottan büszke arra, hogy az ünnepi esemény keretében a Csomiép Kft. Elnyerte a Le Grand Magyarország villamosrendszerek ZRT külön díját is. Mészáros Antal kiemelte, hogy rendkívül hálás mindazoknak a kollégáknak, kutatóknak, fejlesztőknek, akik a magas minőséget képviselve folyamatosan dolgoznak azért, hogy a termékcsalád piacon maradása továbbra is biztosítva legyen a jövőben is. Táskaleves és túrós lepény, pár jellegzetes vásárhelyi étel, sok más mellett ezek az ételek is versenyezhetnek egymással a 6. Ízök Fesztiválján, amelyet a hagyományok szerint idén is október 1. vasárnapján rendeznek meg a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ melletti területen. A vállalkozó kedvű csapatok szeptember 30-ig adhatják le nevezésüket. Folytatódik az elmúlt évek hagyománya, és október 7-én újra megrendezik az Ízök Fesztiválját Hódmezővásárhelyen. Marad a bevált helyszín is. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ mellett található almáskertbe várják a csapatokat a szervezők.
Október 7-én jövő héten vasárnap reggeltől kezdve főző csapatok fognak majd itt sürögni, forogni itt az Almáskertben, úgyhogy még egyébként mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy szeptember 30-áig lehet jelentkezni, tehát várjuk a főző csapatoknak, baráti társaságoknak, különféle csapatoknak a jelentkezését, úgyhogy az elmúlt évben is 20 fő, vagy hát 20 csapaton fölül volt a jelentkezőknek a száma, idén is már így elérjük a 25-öt körülbelül, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni, sőt vannak, akik vidékről is jönnek, de Hódmezővásárhelyre, hogy megmérettessék magukat. Az Ízök Fesztiválja immár 6. éve kutatja a város jellegzetes ételeit, legyenek azok a hagyományos módon, illetve újraértelmezve elkészítve. Ezért kapta a verseny idén is, ahogyan régen is szerettük és most is szeretjük mottót. A vásárhelyi ételek kerülnek a középpontba. Ugye a vásárhelyi ételeket nagyon sokan ismerik, ugye a táskalevest, vagy éppen a túrós lepényt, úgyhogy nagyon sok, ezen kívül is nagyon sok olyan étel van, ami itt készült Hódmezővásárhelyen, és akár van olyan étel is, amit már ugye régen készítettek, régi alapanyagokkal, de mondjuk újra van gondolva, és azt is lehet főzni természetesen a főzőcsapatoknak. Három kategóriában lehet nevezni, van a levesek kategória, a főételek, illetve a desszertek kategória. Az első két kategóriát azt itt a helyszínen kell, hogy elkészítsék a csapatok, míg a desszerteket ezt akár otthon is elkészítettek, és akkor elhozzák ide a zsűri elé. A nagyszámú zsűri között lesznek profi szakácsok és lelkes amatőrök is, akik kora délutánra ígérnek eredményt. A versenyprogramban résztvevő ételek helyett az érdeklődők a kirakodó vásárba kitelepülő árusoktól vásárolhatnak. Kóstoló előtt és után pedig kézműves termékek között lehet sétálni. A színpadon többek között a BFMK gyermekszínköre, a vásárhelyi helyőrségi zenekar, valamint az Árendás Néptánc Együttes közös táncháza szórakoztatja majd a közönséget. Az autómentes világnaphoz a Mincenti Károlyi óvoda apróságai is csatlakoztak, és megmutatták azt is, hogy miként lehet a környezetet óvni. Játékos versenyek és vetélkedők tarkították a pénteki napot, a kis csapatokban különféle akadálypályákon, valamint a biztonságos közlekedést elősegítő foglalkozásokon vettek részt a gyerekek. A Mindszenti Károly óvoda gyerkőcei megismerkedtek a biztonságos közlekedés szabályaival az autómentes világnap alkalmából. A szülők és a pedagógusok közös elhatározásából aznap autó nélkül érkeztek az óviba a kicsinyek. A rendezvényen az óvónénik által összeállított akadálypályákon és játékos versenyeken bebizonyíthatták ügyességüket és rátermettségüket, valamint megtanulhatták azt is, hogy miként tehetik szebbé környezetüket. Tulajdonképpen évek óta, ilyenkor szeptember 20-a tájékán az autómentes világnaphoz kapcsolódóan óvodánk részt vesz egy kis akadályverseny lebonyolításában, amit kifejezetten az óvónénik ötletei alapján állítunk össze a gyerekeknek. Ezeken az akadályversenyeken, kis akadályokon egyrészt a közlekedési szabályokkal tudnak ismerkedni. Olyan ötleteket kapnak, hogy hogyan lehet autómentesen közlekedni, akár a kerékpározás, akár a gyaloglás, de elsődlegesen mindenféleképpen az a célunk, hogy a balesetmentes közlekedés alapjaival megismertessük a gyerekeket. Az idén a Keller Lajos Városi Könyvtári és Kulturális Központtal közösen bonyolítjuk le ezt a kis délelőttöt. Mi egy akadállyal készültünk az óvoda részéről, mint ahogy említettem, közlekedési szabályok elsajátítását segítő kis akadállyal, ahol futóbiciklivel, rollerrel, illetve füleslabdával közlekedhetnek a gyerekek. Beiktattunk egy kis gyalogátkelő helyet, ahol meg kell ugye állni, szabály szerint, ha gyalogos közlekedik éppen a gyalogátkelő helyen. Tehát igyekszünk olyan szabályokat elsajátítani a gyerekekkel, amik lehetővé teszik azt, hogy balesetmentesen közlekedjenek. A Mici Mackó és Vicánk a középső nagycsoport és a Napocska nagycsoport apróságai vettek részt az akadályversenyen. Az intézményvezetőtől azt is megtudtuk, hogy az éves nevelési tervet úgy állítják össze, hogy a környezetvédelem és a környezettudatos magatartás központi szerepet kapjon az óvisok mindennapjaiban. Regionális, speciális labdarúgó bajnokságot rendeztek nemrégiben a Szivárvány szakosított szociális otthonban. 10 csapat versengett az érmekért és kupákért.
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség rendezvényeinek sorába illeszkedett a fogyatékkal élők számára Hódmezővásárhelyen megrendezett regionális futballbajnokság. A programba ez alkalommal Szolnokról, Soltról, Homokról, Dévaványáról, Magyarbánhegyesről és Derekegyházáról is jöttek fiatalok. Helyből pedig a Kozmuca iskola, a Csalogányese és a rendező Szivárványese is képviseltette magát. Erősség és képesség szerint három divízióba sorolták a csapatokat, ez alapján osztották csoportba a sajátos nevelési igényű gyerekeket. A sport magában ugye jótékony hatással van a emberek mindenki számára. Nagyon jót tesz ez a torna, találkoznak egymással, barátokat ismernek meg, kikapcsolódnak, eljutnak olyan helyekre, ahova egyébként nem tudnak elmenni. Úgyhogy csupa pozitívum ez a torna összessége. Mindennek az alapgondolata az integráció köré épül, ezért a sérült sportolók mellett épp úgynevezett partnerjátékosok is pályára léptek. A speciális sportolók számára 2019-ben Abu Dhabiban rendeznek olimpiát, amelyen a magyarok is részt vesznek majd. Burján Zoltán, aki Homokról érkezett partnerjátékosként, utazni fog a világjátékokra, de a vásárhelyi regionális tornára is ellátogatott, amelyre egyfajta felkészülési mérkőzésként tekint. Én már 7 éve egy intézményen dolgozok ott Homokon, egy speciális intézményben. Évek óta készülünk erre a nagy eseményre. Mi már azért egy 4 éve folyamatosan megnyerjük a tornákat, mindenhol országos, regionális tornákat. Minden nap edzünk a gyerekekkel, a partnerjátékosainkkal is, külön beépített edzéseink vannak. Úgyhogy mi tudatosan készültünk erre a olimpiára, ami jövőre lesz márciusban. 17 napra fogunk kiutazni. 16 ország lesz a olimpián, ennyit megtudtunk, úgyhogy lehetőleg jobb eredménnyel szeretnénk zárni ezt a tornát. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program által a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség Egyesület a Mozgásban az Egészség projektje is segítette az esemény megrendezését. A torna győzteseit érmekkel és kupákkal díjazták. A Szegedi Tudomány Egyetem mezőgazdasági kara 8. alkalommal vesz részt az Európa szerte minden év szeptember utolsó péntekén megrendezett kutatók éjszakáján. A korábbi évekhez hasonlóan idén is számos színes programmal várják szeptember 28-án pénteken 18-tól 22 óráig a kicsiket és nagyokat egyaránt a kar Andrássy úti épületébe. Előadásokat hallhatnak a résztvevők a pollenek vándorlásáról és a trópusi eredetű állatbetegségekről, vagy felmérhetik a tejtermékek, a növények és állatok ismeretével kapcsolatos tudásukat az idei kutatók éjszakáján a Vásárhelyi Mezőgazdasági Karon. Már kialakultak hagyományok, vannak olyan programok, amelyeket mi is magunk is fontosnak tartunk. Az érdeklődők, a látogatók is szinte várják, kérik, visszatérnek. De vannak újdonságok is. Az újdonságokat egyrészt az élet írja, ugye az afrikai sertéspestisnek a megjelenése nagyon komoly kérdéseket vet föl az állattenyésztésben, az állategészségügyben, ezért ezzel külön is foglalkozunk most. Azok számára is megmutatjuk a úgymond a nem szakemberek, vagy nem feltétlenül szakemberek számára, akik csak élelmiszerfogyasztóként érintettek az agráriumban, hogy ők is megértsék, hogy miért, mekkora problémával is állunk szemben, miről is van itt szó. Egy másik, mondhatjuk azt, hogy egzotikus, trópusi eredetű betegség a szívférges, amiről szintén egy előadást, egy beszélgetést fogunk majd, tehát ezen lehet majd részt venni. Betekintést nyerhetnek az érdeklődők az állatpreparálás, az állati korbonctan, a trófabírálat és a postagalam versenyzés műhelytitkaiba. De kipróbálhatják ügyességüket a növények mikroszaporításában és a lézeres lövészetben is. Attól családi program, hogy több generációt igyekszünk megszólítani. A legkisebbek számára, gyermekek, kisgyermekek részére, úgy is mondhatnám, hogy foglalkoztató programokat hirdetünk, ami azt jelenti, hogy kipróbálhatják a kisgyerekek azt, hogy ki tud többet az állatokról, a növényekről, ki ismeri föl, például képek, vagy éppen makettek alapján a különböző állatokat.
és ezt játékos formában igyekszünk természetesen megtenni. A fiatalok számára azon esetleg középiskolás vagy 20 éves korosztály számára, akik egy kicsit éreznek magukban valamilyen kötődést az agráriumhoz, az ő számukra interaktív programokat, például a növényszaporítást, ami egy nagyon népszerű program szokott lenni. Saját maguk elkészíthetik a saját kis dísznövényüket, és ezt követően majd otthon nevelhetik. Ez egy nagyon érdekes egyfajta felelősség vállalást is tartalmazó, vagy előremutató program. Szeptember utolsó péntekén a népszerű lézeres lövészettel este 6 órától egészen éjszaka 10-11 óráig várják a fiatalokat, amikor is egy virtuális vadászaton vehetnek részt. Az oktató program figyelmeztet többek között arra is, ha játék során egy állatot tévesen lő ki a vadász. Tájékoztatjuk nézőinket, hogy Hódmezővásárhely megyei jogú város önkormányzatának rendkívüli közgyűlése ma határozatképtelen volt, amiatt az ülést elnapolták. A híradó végéhez értünk, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Péntekre viradó éjjel folytatódik a derült időjárás. 5 fok közelébe csökken a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, a délnyugati szél gyenge marad. A legmagasabb hőmérséklet tovább emelkedik. 21 Celsius fok körül alakul.